Eurosport egyik stúdiójában. Ha Chad Reed nyeri ezt a negyedik mindent eldöntő futamot, akkor egyértelműen növé a 25 pont. Az, amit mi csinálunk, ez az úgynevezett off-tube, azaz nem a helyszínről, hanem a stúdióból való kommentálás. Annyi a különbség, hogy még a helyszínen látjuk, hogy mi történik, itt van előttünk egy monitor, és ezen keresztül pontosan ugyanazt a képet látjuk, amit önök otthon a televízió képernyői előtt. Van még egy számítógépünk, amin internet van, internet csatlakozás, élő időket, lifetimingot tudunk nézni, és különböző információkra tudunk keresni adás közben. A legfontosabb eszközünk a füles. Ez van a fülünkön, ennek keresztül halljuk a rendezőnket, aki Párizsban ül, és az összes eurósportos ország ugyanazt az egy rendezőt hallja, aki visszaszámol a reklámok előtt nekünk, és különböző információkkal lát el minket, hogyha élő közvetítésről van szó. Gondolok itt arra, hogy kivel következik interjú, a helyszíni kollégám kit tudtak elkapni ott a pályaszélén, a depóban, majd bárhol. Van nekünk egy ilyen keverőpultunk, nem egy bonyolult szerkezet. Van egy olyan potméterünk, ez a zöld, ez az úgynevezett atmoszféra, tehát a helyszínről jövő hangok, a motorhang, a nyilatkozatok hangja, ezt tudjuk állítani a hangerejét. A kék színű, a Q, ez a rendező hangereje. Ezen pedig, aki szokta hallgatni az angol kommentátorokat, tehát a magyar kommentátor hallhatja az angol kommentátort, ha akarja, ha nem akarja, nem hallgatja. A szürke az üres, azt látjuk. Ez a sárga, ez pedig a magyar technikusok hangereje, hogyha valamit a fülünkre akarnak mondani, nem tudom, elment a kép például, önök nem látják, de mi látjuk, vagy fordítva, akkor azt azon keresztül tudják megtenni.